Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Az egészségfejlesztési iroda nyíregyházi járása is csatlakozott az európai méhnyakrák elleni héthez. Ezzel is foglalkozunk a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Hol a tél? Veszélyben a növények az enyhe idő miatt. Gyöngyörzők, a méhnyakrák szűrések fontosságát hangsúlyozták. Fejlődés, javuló foglalkoztatási adatok a vármegyében. Fél évvel ezelőtt sokan azt mondták, a forró, aszályos nyár után kemény télre van kilátás. Ez eddig a legkevésbé sem valósult meg. Az enyhe időjárás miatt a növénytermesztők az áttelelő kártevőktől, a kertészek és a méhészek pedig az ideje korán rügyet eresztő gyümölcsfákat és a méheket sújtó tavaszi fagyoktól tartanak leginkább. Ha 2-3 héten belül nem jön az igazi tél, valóban lehet mennyiségi és minőségi csökkenés. Márpedig a jelenlegi előrejelzések szerint jó ideig nem kell komolyabb lehűlésre számítani. A Nyírtelek határában lévő tanggazdaságban már január közepén elkezdték metszeni az almafákat a szakemberek. Az optimális időpontja ennek a munkafolyamatnak azonban jó másfél hónappal később, márciusban lenne. A korai kezdést nem csak munkaszervezési okok indokolták, hanem a szokatlanul enyhe téli időjárás is. Ha az elmúlt 100 év adatait megnézzük, és itt Nyíregyháza környékén megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy az átlag hőmérséklet az közel, az éves átlag hőmérséklet egy 10,5 fokról 12 fok fölé növekedett, tehát több mint másfél fokkal nőtt. És a nyári időjárást azt ugye mindannyian tapasztaljuk a bőrünkön, hogy másfél-két fokkal melegebb, az őszök is általában melegebbek, és a tél pedig kifejezetten melegebb, hogyha megvizsgáljuk az adatokat. Ez azt jelenti, hogy közel 2-2,5, néha 3 fokkal melegebb átlaghőmérsékleteket mérhetünk télen, és sajnos a tavaszaink pedig nem melegedtek számottevően, sőt egyes hónapokban még hűvösebbek is. Tehát ez az egész klímaváltozás azért felborítja a természetet, ezt láthatjuk egyértelműen, hogy nagyon sok új kártevő jelenik meg, itt gondolhatunk a poloskákra, vagy olyan kártevők, amik eddig nem voltak annyira jelentősek, nagyobb egyedszámmal jönnek, több nemzedéket tudnak létrehozni. Olyan őshonos kártevők, különböző molyféléknél, ahol addig csak két nemzedékkel találkozhattunk, most már jelen van a harmadik is, vagy a mezőgazdasági termelők jól ismerik a gyapottok bagolylepkét, ami nagyon sok növényt károsít, hihetetlen mértékben tud felszaporodni, és már áttelelő egyedeket is találunk. A növényeket is érinti egyértelműen ez az enyhe tél. A szántóföldi növényeink fejlődésén látjuk, az idejében láthatjuk azt, hogy akár a repcéink, akár az árpáink, búzáink nagymértékben túlfejlődtek, az optimálisnál is erősebbek, és ugye várható, hogy még jön egy-egy hideg időszak, egy-egy komolyabb fagy, amit elképzelhető, hogy megsínlenek. A korai meleg problémát okozhat az egyes arra érzékeny kajsz és őszi barack fajtáknál. A méhnyugalmi állapot elmúlásáról egy fiatal, 3 éves fa mellett beszélt a tanggazdaság vezetője. Tudjuk, hogy a fáink általában január végéig, február elejéig méhnyugalomban vannak. Egy hideg hatás révén méhnyugalomban vonulnak, majd utána kezdődik meg a hideg, ha tovább folytatódik ez a hideg idő, a kényszer nyugalmi állapot. Amennyiben ennek a méhnyugalomnak vége, és egy kicsit melegebb az időjárás, ez az őszi barasznál általában már 2 fok feletti időjárásnál, 2-3 fok feletti időjárásnál bekövetkezhet, akkor megindul a növényeknek egy erőteljesen netkeringése, és elkezdenek megduzzadni a rügyek. Sajnos nagyon sok olyan őszi barack és kajszifánk van, aminél ez a méhnyugalmi állapot egy picit rövidebb, és ez azt jelenti, hogy már akár január végén feloldódhat, és egy-egy ilyen meleg, mint ami most jellemző napjainkban, az feloldhatja a méhnyugalmat, nem megy át a növény kényszernyugalomban, és elkezdenek duzzadni a rügyek. Itt még a kezdetén vagyunk, tehát ezek a rügyek még éppen nyugalomban vannak, de nagyon-nagyon rövid idő választja el őket attól, hogy beinduljanak, és azt tudjuk, hogy mivel jár az, hogyha netkeringés beindul, a rügyek elkezdenek kifejlődni, egy korábbi virágzás, akár kihajtás hatalmas fagykárokat és termésveszteséget okozhat. Akár 100%-os is lehet a veszteség.
Egyértelmű, a fagykárokat metszéssel is tudjuk korrigálni, éppen ezért az őszi borasznál kifejezetten odafigyelünk arra, hogy induljon be a fának a netkeringése, és csak utána metszük meg, tehát ezeket fogjuk utoljára megmetszeni, és amennyiben károsodott rügyekkel találkozunk, akkor lényegesen több termőrészt hagyunk rajta. Ezután válik el, hogy egy váltócsapos metszést, vagy esetleg egy szálveszős metszést alkalmazunk, de mindenképp a fa terhelését fogja meghatározni ez a téli időjárás és az esetleges fagykár. Azonban, hogyha egy nagyon erős fagykárt szenved a fa, és az összes virág károsodik, amit majd később a virágok bontásával tudunk megnézni, akkor bizony a metszéssel sem tudjuk orvosolni. A növényállomány biológiai igényeinek egyedül a kedvező csapadék mennyiség jön jól. A szakember a fatörzsek lemeszelését is javasolja, ez ugyanis védi a napfénytől és akadályozza a törzsek felmelegedését. Ezzel elejét vehetik annak, hogy a nagy hőingadozások következtében berepedezzen a fatörzs. A résekben ugyanis meg tudnak telepedni a különféle károsítók, gombák. A rovarok életritmusát is felborítja ez a megváltozott klíma. Valamelyik rovarunk kifejezetten jól tud reagálni erre, tehát akár több nemzedéket is hozhat, és egy-egy hasznos rovar, bár nagyon vékony a határvonal a hasznos és a káros rovarok között, hiszen természetes ellenségként behozott harlekin katicát, ami természetes ellenségként próbáltak a Nyugat-Európában alkalmazni a levéltetvek ellen, nálunk kifejezetten kártékony lett, hiszen rengeteg problémát okozott azzal, hogy bebújt a szőlőfürtökbe, és ott keserű ízanyagokat váltott ki, vagy elpusztította az őshonos hétpettyes katicáinkat. Ő kitűnően alkalmazkodott ehhez a klímához, és mondhatjuk, hogy egy természetes ellenség, de közben kártevőként is foghatjuk fel. Más egyéb természetes ellenségeknél nem tapasztaltuk még azt, hogy nagyon visszavetette volna őket. Itt leginkább a gyümölcsösben, amikre jobban odafigyelünk, azok a fátyolkák, zengőlegyek. Ezekben a populációkban azért nem tapasztaltunk még jelentős visszaesést, viszont azt látjuk, hogy káros rovaroknál, különösen levéltetveknél ezek az időjárási anomáliák jelentős felszaporodást okoznak. Itt most ugye egy hatalmas nagy tanggazdaság van mögöttünk, de nagyon sok kis kert van, ahol igyekeznek a maguk számára szükséges gyümölcsöket, zöldségeket megtermeszteni. Ezekben a kis kertekben hogyan lehet segíteni a növényeket, hogy ezt a klímaváltozást túléljék? Minden egyes növénynél nagyon-nagyon fontos egy kiegyensúlyozott tápanyaggazdálkodás. Ugye tudjuk azt, hogy akár humán viszonylatban is, hogyha sokszínűen táplálkozunk, vitaminokat, mikroelemeket viszünk be, akkor az nekünk kifejezetten jót tesz. Hát így kell tekinteni a növényekre is. Tehát ne tegyük azt, hogy egyoldalúan nagy adagú műtrágyákkal hajtjuk, serkentjük a növényeket. Sokkal hasznosabb ettől komposztok, szerves trágyák használata, amik egy sokrétű tápanyag ellátást biztosítanak, és ezzel, hogyha jó karban vannak a növényeink, akkor lényegesen erősebbek, és jobban átvészelik a betegségeket, vagy a kártevőknek a támadásait. Hasonló segítség lehet nekik a rendszeres öntözés. És itt a rendszeres öntözés alatt a gyümölcstermő növényeknél azt értjük, hogy nagyobb vízadagokkal, inkább ritkábban, tehát nem csak ha megpermetezzük egy picit a föld tetejét, az ugye egy-egy gyümölcstermő növénynek nem segít, hanem egy-egy nagy adaggal inkább hetente, vagy inkább két hetente nagyobb vízadagokkal visszapótolni a vizet. A beszélgetés elején már elhangzott az elmúlt 100 év, hogy mi az, ami történt itt a gyümölcsösökben a klímaváltozás miatt. Tekintsünk egy picit előre, hogyha mindez így folytatódik, akkor mi lesz 100 év múlva? Már most látjuk a változást. Új fajok, fajták jelennek meg, amik jobban tudnak adaptálódni ehhez a meleghez. Sok-sok évvel ezelőtt nem gondoltunk volna, hogy Magyarországon biztonságosan lehet például kivit termelni. Dél-Magyarországon ez már előfordul. A változó klímával változik a mezőgazdaságunk is. Szántóföldi viszonylatban láthatjuk egyértelmű, hogy olyan új növényfajok jönnek, amik sokkal jobban bírják ezt az aszályos, meleg időjárást. Kukorica helyett egyre több helyen termelnek szemes cirkot, különösen itt a homoki területeken. Egyre nagyobb kedvel termelik a gazdák inkább azokat a növényeket, amiket ősszel vetnek, vagy koratavasszal
a csapadékhiány miatt, és rengeteg új növénnyel, és azon belül új fajjal, és azon belül új fajtákkal fogunk még találkozni, hiszen az ember és a gazdálkodó is próbál adaptálódni ehhez az időjáráshoz. A várhatóan megszaporodó növényvédelmi teendők tetemes költségemelkedéssel is járnak majd. A hivatalos adatok szerint tavaly a műtrágyák áremelkedése 3-4-szeres, a növényvédő szerekké pedig 10-30%-os volt. Az előrejelzések szerint az idei növényvédőszer áremelkedés még ennél is nagyobb mértékű lehet. Gyöngyőrzők, ez volt az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét mottója az idei évben. Az Egészségfejlesztési Iroda Nyíregyházi járása gyöngykarkötők fűzésével hívta fel a figyelmet a méhnyakrák szűrések fontosságára. A programokról és a betegséghez való viszonyulásról és az iroda egyéb eseményeiről Moravcsikné dr. Kornyicki Ágota irodavezetővel beszélgetek. Jó estét kívánok, köszönöm. Estét kívánok. Kezdjük talán magának a méhnyakrák megelőzési hétnek a múltjával, nemzetköziségével. Mióta, milyen múltra tekint ez vissza? A nemzetközi európai méhnyakrák megelőzési hét az már közel 20 évvel ezelőtt indult. Az Európai Méhnyakrák Megelőző Egyesület indította ezt útjára, és Magyarországon 10 éve csatlakozott ehhez elsőként, és azóta is a hazai Méhnyakrák Megelőzési Hét főszervezője, a Májva Virág Alapítvány, úgyhogy most ünnepelte 10. csatlakozási évfordulóját ez a program Magyarországon, és ebben az évben, mint minden évben, a január 3. hete volt erre kijelölve, ugye 23-ától 29-ig tartott. Picit tekintsünk vissza erre a 10, illetve 20 évre. Mi indokolta annak idején ennek a programnak az elindítását? Hol helyezkedett el a betegségek között a méhnyakrák? Hát azt látjuk, hogy nem csak európai szinten, hanem hazánkban is a daganatos betegségek miatti halálozás az jelentősen emelkedik. Nem mellesleg ugye több mint 10-20 éve már az a trend is látható, hogy a vezető halálokok közül a korai halálozás esetében felváltotta az első helyet a szívérendszeri betegségeket, már most megelőzi. Azaz ez azt jelenti, hogy a 65 év korcsoport és az alatti lakosságot tekintve ez az elsődleges halálok, nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is. Itt a halálokok közül a daganat specifikus haláloki csoportokba több daganat is beletartozik, természetesen így a méhnyakrák is a nők esetében, de jelentősen előkelő helyet foglal el a tüdődaganat miatti halálozás, a vastagbéldaganat miatti halálozás, és hát ami miatt ez az elmúlt években látótérbe került lényegében ez a daganatos megbetegedés az, hogy nagyon jó prevenciós lehetőségek vannak a halálozás megakadályozására. Nevezetesen ugye jól szervezett szűrőprogram érhető el Magyarországon is a méhnyakrák megelőzésére, illetve hát védőoltással is rendelkezünk. Ez az egyedüli olyan daganat típus, amire elérhető védőoltás van már a hazai piacon is. Érzékelhető-e már ennek a hatása? Az, hogy ez egy jól kezelhető és megelőzhető betegség. Ehhez képest hogyan rangsorolódik maga a méhnyakrák? Hát a hosszú távú védő hatása a védőoltásnak, azt mondják a szakemberek, ugye, akikkel ezzel foglalkoznak, hogy hosszabb idő kell, hogy elteljen, hogy ez valóban kimutatható jelentőségű legyen. De azt gondolom, hogy a szűrőprogramon való részvételi arány emelésével mindenképpen hozzá tudnánk járulni ahhoz, hogy a daganatos betegség elváltozása még a tünetek megjelenése előtt kerüljön diagnosztizálásra, hiszen ugye a szűrővizsgálatnak ez lenne a jelentősége. Abban a stádiumban még, amikor még az elváltozás csak nagyon sejti szinten történik, és ilyenkor a kezelés és az életben tartás esélye is sokkal-sokkal jobban növelhető lenne. Van ebben előrelépés? Tehát, hogy a felfedezett, feltárt betegségek stádiumában van-e előremutató tendencia, nevezetesen, hogy minél többet korai időszakban találnak meg? Hát az Európai Unióban vannak olyan országok, akik ebben előjáróak.
Ugye például ugye az Egyesült Királyság is a ményakszűrés tekintetében ott a részvétel, vagy a Svédország is, a részvételi arány az 60-70-80%-os. Nálunk sajnos még azt kell mondjam, hogy igen, elmarad a részvételi arány attól az arányszámtól, ami elvárható lenne egy hazai népegészségügyi szűrőprogramtól. Egy ilyen 25-30%-ot tudunk hozni most ezekkel a szűrővizsgálatokkal. Tehát van még hova fejlődnünk, én azt gondolom, ezen a területen. És a védőoltási rendszerben is, itt viszont ki tudnék emelni egy olyan hazai változást az elmúlt időszakban, ami jelentősen megemelte az átoltottságot. 2014-től a 12 éves lányok számára önkéntes alapon ugyan, de elérhetővé vált a méhnyakrák elleni védőoltás iskolai kampányoltás keretében. Méghozzá ingyenesen. Méghozzá ingyenesen. Elég tetemes összeg volt ez korábban. Így van, tehát ez egy ingyenesen elérhető. Ha a szülő megbeszéli a gyermekkel, és ezt választják, akkor megkaphatja a gyermek. Ugye 2014-től a lánygyermekek, 2020-tól pedig most már a fiúgyermekeknek is lehet kérni ebbe a korcsoportba. Úgyhogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy kormány, illetve állami támogatással ezt megkaphatják a gyerekek. Mennyire kapnak megfelelő tájékoztatást a fiatalok a HPV vírus és a ményakrák összefüggése tekintetében például? Jellemzően ugye a kampányoltás keretében elsődleges feladata az iskolában dolgozó iskolai egészségügyi csapat tagjainak lenne, főként az iskola védőnőnek, hogy tájékoztassa megfelelő időben a szülőket magáról a HPV vírusról, a vírus által okozott betegségekről, illetve hát felhívja a szülők figyelmét tájékoztató levél és különböző szülői fórumokon, hogy meggyőzze a szülőket arról, hogy igenis üljenek le a gyerekkel, és beszéljék meg ezt a védőoltást. Vannak előrelépések, vannak lelkes kolléganők a területen, akiknek az iskolai létszámadataiból láthatjuk, hogy kissé jobban csinálják, de természetesen itt is van még ezen a területen, is van még hová fejlődnünk. Az egészségfejlesztési iroda milyen tevékenységet folytat ennek érdekében? Az egészségfejlesztési iroda alapfeladatai közé tartozik már, ugye a 2018 márciusától indult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 6 járásának az EFI tevékenységében benne volt, hogy szűrővizsgálatok népszerűsítésére, a részvételi hajlandóság emelésére különböző programokat valósítsunk meg. Ez a korábbi időszakban úgy történt, hogy minden ilyen hasonló világnapi vagy nemzetközi megmozduláshoz az iroda is igyekezett csatlakozni programokkal, bevonni a helyi lakosságot, népszerűsíteni a szűrővizsgálaton való részvételt, átadni azt az alaptudást, amit a betegség megelőzésekről tudni kell, például életmódprogramokat terveztünk, akár táplálkozás, mozgás aktivitására. És mindezek mellett partner találkozókat, partnerségi találkozókat is szerveztünk az elmúlt időszakban, több alkalommal is, ami kifejezetten ezen a témakörre épült, valamint hát a klubfoglalkozásaink alkalmával, ami szíverendszeri diabétesz klub, és ugye akár a szülőklubok alkalmával is mindig egy-egy alkalmat arra szántunk, hogy erről beszélgessünk a helyi lakosokkal, és népegészségügyi szakembereket is biztosítottunk helyben a területen, itt a nyíregyházi járásban is. Ez a bizonyos januári program mit tartalmazott, mivel töltötték ezt a hetet? Hát minden éven igyekszünk karkötőket fűzni, és minden éven igyekszünk egy olyan egyesületet vagy intézményt megkeresni ezzel a programmal, akik segítségünkre vannak a fűzés során. Ugye a gyöngykarkötő fűzés az a Májva Virág Alapítvány 10 évvel ezelőtti csatlakozása óta egy ilyen rendhagyó programelem. A karkötő fűzés az ugye rózsaszín, májva színű gyöngyökből készül. A gyöngyök az összetartozást, a HPV elleni küzdelmet szimbolizálja. Ebben az évben, most 2023-ban mi a pszichotikus betegségben szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érdekvédelmi egyesületét kerestük meg, és kértük őket arra, hogy segítkezzenek a karkötők fűzésében. Ezt nagy örömmel tették.
és így ugye 23-án hétfőn a kora délutáni órákban egy másfél óra keretében 39 fővel fűztük meg a karkötőket, és hát egy karkötő hiány százat sikerült felfűznünk. Mi a karkötő fűzést kiegészítettük már a tavaly évben is azzal, hogy pozitív üzeneteket tartalmazó kártyákat is készítünk a karkötőhöz, melyet szintén rákötünk. Azt gondoljuk, hogy ugye ezek a karkötők a Jós András Oktatókórház nőgyógyászati, onkológiai nőgyógyászati és általános onkológiai osztályán bent fekvő, vagy éppen műtétre várakozó nőknek, és ugye az általános onkológián akár férfiaknak is átadásra kerül, azzal a céllal, hogy szimbolizáljuk, illetve eljuttassuk hozzájuk azt az üzenetet, hogy nincsenek egyedül, illetve hogy mellettük állunk, akár ismeretlenül is, illetve a pozitív üzeneteket elolvasva pedig reménykedünk abban, hogy egy picit motiválni tudjuk őket az életbe vetett hitre. Itt a megyében, illetve országos viszonylatban hogy alakulnak a mi számaink, és maga az iroda mennyire tekinti eredményesnek a saját munkáját? Hát az országos általános daganatos halálozás, az sajnos évente egy olyan 33 ezer főt veszítünk el. Ebből a méhnyakrákos halálesetek száma országosan eléri az 1200 főt, és ugye ez csak a méhnyakrák testre vonatkozik, a szemérem és egyéb más nőgyógyászati onkológiai daganatok nincsenek benne. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ha a trendet nézzük, nincs magasabb kockázattal, nem rendelkezik magasabb kockázattal, mint ez az országos átlag, de azért azt is látjuk, hogy ezeknek az új eseteknek az egyharmadát meg lehetne menteni, azaz az éves közel 400 nő, akit elveszítünk méhnyakrákos megbetegedés miatt, azok közül jócskán lenne még országos szinten is, akit meg tudnánk menteni abban az esetben, hogyha valóban az egészségtudatosságot tudnánk a tekintetben növelni, hogy ne akkor menjenek el szűrésre, diagnosztikai célra lesz igénybe véve, amikor már testi tüneteket érzékelnek magukon, hanem amikor még egészségesnek gondolják magukat, és győződjenek meg arról is, és tudatosítsák magukban azt, hogy egészségesek. A nőgyógyászati célú szűrőprogram Magyarországon működik, a 25 és a 65 éves korú nőket hívják be ebbe a szűrőprogramba, a szűrővizsgálatot pedig javasolják, ugye ezt a mély kenetvétel, méhnyakráknál a kenetvételt is ismételni 3 évenként, úgyhogy 3 évenként behívásos alapon ez a korcsoport van megszólítva. Azért ez a korcsoport, mert ebben a legemelkedettebb száma a betegség előfordulási kockázata. Mik a célszámaik, egyáltalán milyen lehetőségeik vannak arra, hogy a szűrőprogramokon való részvétel száma emelkedjen? Hát a célszám a nőgyógyászati szűrés esetében ugye az lenne, hogy ezt a 25-30%-os részvételi arányt ezt legalább egy 60%-ra meg tudjuk emelni. Ez egyébként Európai Rák Egyesület által is egy kiadott elvárás lenne, hogy mindenképpen emelkedjen. Ugyanis rajtunk kívül még azért a környező országoknál is az látható, hogy szintén ugye alacsony ez a 30 alatti részvételi arány. Fontos lenne, én azt gondolom, hogy minél több fórumon próbáljuk meg közösségi egészségfejlesztési programokkal felhívni a figyelmet, minél több prevencióban működő egyesület érezze azt saját hatáskörbe felelősségnek, hogy szóljon a lakosokhoz a különböző rendezvényeken, és hogy ne dugjuk homokba a fejünket, ne legyen ez tabu téma, hogy megszólítjuk a szomszédasszonyt, megszólítjuk esetleg a boltban az ismerős rokont, és rákérdezzünk, hogy te mikor voltál utoljára szűrővizsgálaton. Egyébként az egészségügyi kapacitás lehetővé teszi ezt a bizonyos 60%-os célszámot? Hát vannak rendelkezésre áll, minden ugye a megyei kórházban, itt a Jós András Oktatókórházban is rendelkezésre áll hetente több alkalommal is a kenetvételi szakrendelés, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem lenne akadálya a részvétel növekedésénél, hogy ezt kapacitásban ne tudják az orvos kollégák ellátni, illetve hát a kis településeken működik már közel 10 éve a védőnők által végzett méhnyakrák szűrés, ami ugye azt a célt szolgálná, hogy a
kis településről ne kelljen beutazni a járási egészségközpontokba vagy megyei kórházakba a kenetvétel miatt, úgyhogy itt is jól felkészült védőnőktől is lehet adott esetben segítséget kérni, és akár helyben is le lehet vetetni ezt a kenetet. Reméljük, hogy a beszélgetés kapcsán sok a kézbe kapnak most. Én is remélem. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma Én este. Is köszönöm a meghívást. Nőtt a foglalkoztatottsági és csökkent a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Berekben 2022 első háromnegyedévében, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal felméréséből. A javuló tendencia ellenére a vármegye az országos lista végén áll. Az itt működő vállalkozások többsége a mezőgazdaságban tevékenykedik, de jelentős számot mutatnak az építőipari, kereskedelmi és ingatlan ügyletek is. Vármegyénk a demográfiai mutatók tekintetében teljesített átlag felett. Bár a 15-64 évesek körében a munkaerőpiaci helyzet az országoshoz hasonlóan Vármegyénkben is kedvező irányba változott, így sem állunk jól a KSH adatai szerint. A foglalkoztatottsági ráta 15-64 évesek körében 69,1%-os volt 2022 harmadik negyedévében. Ez 1,4% ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Itt az előző negyedéve kedvező irányú tendenciája folytatódott. Hasonló irányú változásról tudok mesélni a munkanélküliségi ráta kapcsán. Itt a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében 7,7%-os volt, ez 1,1%-tal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Itt is az előző negyedévekhez hasonlóan a kedvező irányú tendencia folytatódott. Ennek ellenére, hogy mindkét mutatók a kedvező irányban változott, mindkét esetben Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye helyzet az országos átlag feletti, a megyei, vármegyei rangsort tekintve a munkanélküliség ráta az egyik legmagasabb, a foglalkoztatottsági ráta pedig az egyik legalacsonyabb. Az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma azonban Budapest után itt a legmagasabb 211. Ez jóval magasabb az országos átlagnál, ami 190. Az elemzők szerint azonban ez nem a munkaerőpiaci helyzettel, sokkal inkább a gazdasági szerkezettel van összefüggésben. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a mezőgazdaság és az agrárium az lényegesen nagyobb arányt képvisel az országos átlagnál, és Békés, illetve Hajdú-Bihar vármegyéhez hasonlóan elég magas a mezőgazdaságnak a hozzáadott értéken belüli aránya, és részben ez okozza azt, hogy magas a vállalkozási kedv a vármegyében. A 22. harmadik negyedév végén 114 ezer vállalkozást tartottunk nyilván, ebből 98 ezer önálló vállalkozás volt, és mindössze 16 ezer számított társas vállalkozásnak. A vállalkozásoknak több mint a fele a mezőgazdaságban volt beregisztrálva, és ezen felül még az építőipar, a kereskedelem, illetve az ingatlan ügyletekben volt még magas a regisztrált vállalkozások aránya 5-7%. A korábbi felmérésekhez képest jelentős változást mutatnak a turizmus adatai. 2022 első három negyedévében 398 ezer vendégéjszakát regisztráltunk a vármegye kereskedelmi szálláshelyén, ez 37%-kal magasabb az egy évvel korábbi alacsony bázisnál. Maga a növekedést árnyalja az a tény, hogy 21 hasonló időszakát, főként az első hónapokat még a COVID-19 járvány miatti korlátozások határozták meg, ezáltal a kereskedelmi szálláshelyek korlátozottan fogadhattak vendéget. Ha viszont a főszezont lefedő időszakot, a harmadik negyedévet nézzük meg, ezt a július-szeptember időszakát, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 13%-kal alacsonyabb volt 21 hasonló időszakához képest, és ez a negyedéven belül pedig mindhárom hónapra is igaz volt, hogy elmaradt a forgalom a megelőző évihez képest.
A forgalom összetételét, ha meg megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a vendégéjszakák 75%-a belföldi vendégekhez kapcsolódott, de ők összességében 24%-a kevesebb vendégéjszakát töltöttek a vármegye szálláshelyén. Ezzel szemben a külföldieknél 53%-os forgalomnövekedés következett be. És még arra még van a rendelkezésre áll adatunk, hogy a külföldi vendégek közül legtöbben Szlovákiából, Romániából és Lengyelországból érkeztek. Ezen felül még építőipart is meg kell említenünk. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei székhelyű építőipari vállalkozásoknak a teljesítménye 11%-kal emelkedett az év első háromnegyed évében, szemben az országos 3,2%-os növekedéssel. Ezek mellett a GDP is jelentősen befolyásolja a vármegye gazdasági helyzetét. Ezt 2008 óta alapvetően növekvő tendencia jellemzi. A vármegye fokozatosan dolgozza le a gazdasági elmaradását. Ha 2008-tól nézzük ezt a mutatót, akkor a relatív helyzetet tekintve a negyedik legnagyobb javulást érte el a megye, ennél így nagyobb mértékben csak Fejér megye, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megye javította a relatív helyzetét. Most nézzük akkor rövid távon is. A rövid távon az ipari teljesítmény az 5,4%-kal emelkedett 22 első háromnegyed évében a megelőző évhez képest. Maga az ipar az 2016 óta az fokozatosan emelkedik, így a hasonló korábbi évek hasonló időszakát tekintve, és a 22 első háromnegyed évi teljesítmény az már a járvány előtti szintet is jóval meghaladta. Maga az ipar teljesítménye az fontos vizsgálni, hiszen az elmúlt évek gazdasági növekedésében mindig hajtómotor volt az ipar alakulása. Az ipari szerkezetet nézve itt a vármegye esetében viszonylag koncentráltnak tekinthető, kiemelkedő, tehát nagy súlya rendelkezik az élelmiszeripar, a gumi, műanyag, építőanyagipar és a fapapír nyomdaipar. És maga az vármegye ipari szerkezete erősen exportorientált, az előállított ipari termelésnek a 68%-a az a külföldi piacokon kerül értékesítésre. Ez valamivel magasabb, mint az országos ipari átlag. Ami még fontos hogy a gazdasági helyzet tekintetében, az a beruházások, hiszen a rövid távon nézve a növekedés fenntarthatóságából fontosak a fejlesztések. Ez itt a vármegye esetében ez azt jelenti, hogy 2022 első háromnegyed évében 196 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. Ez 29%-kal magasabb összehasonlító áron vizsgálva, mint az egy évvel korábban. Ha az egyes megyéket összehasonlítjuk, ez a növekedés volt a legmagasabb. A fejlesztések szerkezetét nézve a beruházásoknak több mint a fele az 50 fő feletti vállalkozások körében realizálódott, és elsősorban a feldolgozóipart célozták meg ezek a fejlesztések. A gazdasági mutatók mellett demográfiai szempontból is eltér vármegyénk az országos átlagoktól. A születések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 5%-kal emelkedett a 22 első háromnegyed évében. Ez a növekedés a megyék és a fővárosok körében a legmagasabbnak számít. Alapvetően a megyék többségét csökkenés jellemezte, országos szinte 4,8%-a volt alacsonyabb a születésszám. A halálozások tekintetében, ha már demográfia, az elhunytak száma 8,7%-kal csökkent az egy évvel korábbi magas bázishoz képest, viszont ha a járvány előtti utolsó évet tekintjük, a 2019-es időszakot, akkor még egy 9%-os többlethalálozás következett be. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor az ingatlanpiac aktualitásaival foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!